1997. szilveszter éjjelén, Petőfi születésének 175. évfordulóján Kiskörösön indult a Petőfi emlékév. Az első Petőfi szilveszter kulcsmomentuma az új múzeum átadása volt. Itt már akkor több mint 150 éve vadul és szenvedélyesen élt a kultusz a Petőfinek, és ez megható volt, felemelő volt, megrázó volt. Korábban nem hittem, hogy egy ilyen mélységben lehet még megtalálni. Ezért a 20 évvel ezelőtti ünnepségünk itt éppen az új dolgoknak kijáró bizonytalanság vagy félelem mellett egyfajta nagyon mély érzelmi hatás volt. Az már első alkalommal kiderült, hogy a különleges és egyedülálló kezdeményezésnek van jövője. A folytatás tehát nem maradt el. Az alapgondolatot megtartva, állandó elemekre építve, ám időről időre megújulva hívja és várja az irodalom kedvelőket a Petőfi szilveszter. Én azt mondom, mindig a hagyomány legnagyobb ereje a megújulásban van. Tehát az, amit mi itt csinálunk, ez akkor lesz hagyomány, ha mindig készek vagyunk megújítani. Kicsit, ami már nem él, elhagyjuk, amit az emberek kérnek, bedobjuk. Ez a polgármesteri fogadalomtétel, ez 150 éves múltra tekintett vissza, de a gyerekeknek adott Petőfi könyv, ez új kitaláció volt, rengeteg lehetőség van Kiskörösben, és a Petőfi kultuszban, és a kiskörösiek helyi akaratában nagyon jól csinálják. Imádom Kiskörösöt. Rendhagyó módon a délutáni múzeumi program ezúttal inkább multidézés volt. A galéria falára ugyan felkerültek a korábbi képzőművészeti pályázatok díjazott alkotásai, ám a hagyományos értelemben vett kiállítás megnyitó ezúttal elmaradt. Helyette Kispálné dr. Luca Ilona múzeumigazgató és Domonyi László polgármester köszöntője után emléklapok átadására került sor. A szervezők kiemelték mindazok munkáját, akik az elmúlt 20 évben hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönetet mondtak többek között Barkóczi Ferenc egykori polgármesternek, az ötletgazdák közül pedig dr. Birk Edit irodalmi múzeológusnak.